Szevasztok, úton vagyunk Vancouverbe a magyar házasbulira. Gyertek, lássuk, hogy milyen volt az út. Egész Vancouverig bemutatom nektek, az lesz ez az epizód, onnan pedig majd meglátjuk, mit mutattak nekünk. És a bulit persze. Indulunk Vancouverbe, bepakolunk egy pár cuccot, és megyünk. Bepakoltunk, ott a hangszer is, minden. Starlink internetet viszünk, generátort viszünk, állványokat, kábeleket, csomagokat. Kíváncsi vagyok, kitalálják ki közületek, hogy miért viszünk magunkkal Starlink internetet. Na, még van 200 kilométerünk egész Lake Louise-ig. 6 fokkal indulunk, és gyönyörű az idő. Egy dilemmánk van itt DNS-sel, nem tudjuk, hogy melyikünk álmosabb. Mondom, én alszom egy kicsit, azt mondom, ne aludj, mert én is követlek. Mind a ketten fogunk egyet aludni. Ne, követ, ne követsz már a Facebookon is, nem, meg a YouTube-on is. Alvásban nem kéne. Hát most már miért ne? Azok a Rocky hegyek szinte körbevesznek minket. Közeledünk a hegyekhez! Juhu! Nagy az esély arra, hogy medvét látunk, vagy valami szarvast, vagy valamit az úton. 1000 kilométerünk van egész Vancouverig, most már nincs annyi, csak van 800-900, de nagy az esély. Gyönyörű! Arany tökű. Ha jön egy medve, és nem filmezem le, beleégetem majd a képet a retinámba, és majd 20 év múlva, amikor lesz technológia, megmutatom nektek. Ez egy cementgyár. Az a cementgyár? Az igen. Lake Louise, 60 kilométer. Szuper. Most Banff környékén vagyunk, ahol azt írta, hogy ez avalanche zone. Mi az avalanche magyarul, nem jut eszembe? Hócsúszomlás. Nem hócsúszomlás. Hócsúszomlás. Tényleg? Nem a földcsúszomlás. Lavina, te! Lavina. Lavina, igen, az a neve. Lavina zóna. Hócsúszomlás. Ez jó volt. És ahogy kimondtam, hogy lavina, rám néz Dezsöny, rám néz Dénes. Lavina. Mint ha sose hallottam volna ezt a szót, de szerintem elfelejtettem, ugye? Ott, amikor az a hó megindul, az meg lesz indulva. És ilyen helyeken lássuk, hogy nem lesz olyan valami macia, még horgászik. De jó! Na, ez szuper! Ezt szabad megállni itt ennyire? Mi társik van, macika? Figyelj, milyen messziről láttuk meg, né? Úgy, hogy mentünk ott az útszélén, a másik oldalon. Jogi! Na, ettünk egy jó kis szendvicset a Dénessel, és hoztunk egy kis gyümölcsöt is magunkkal. Hé, epret is tettél bele? Gyereket csináltam. Magadat. Mi még gyerekek vagyunk. Igen. Na, megérkeztünk a Lake Louise-hoz. Milyen lavina lehet ott fent? Medve hazájába, és kell húzigáljuk valami kis szekérbe majd a cuccokat fel a tóhoz, ha nem engednek fel. Itt vagyunk Lake Louise-nál, van itt egy hotel, úgy néz ki, az a neve, hogy Fairmont Chateau Lake Louise. Gyönyörű nagy kastély formájú, modern kastély. Itt parkolunk, ezzel levisszük a hangszert és a generátort, áramgenerátort, állvány, kábelek, meg ilyesmi, és megpróbálunk csinálni egy videót a tóparton. Na, itt vagyunk a tópartján, be van fagyva a tó, erre nem is gondoltunk. Dénes barátom most csinálja meg a Starlink internetet.
He's like, me, bro, bro. I'm frozen. Zenéltünk egyet itt a szép Lake Louise-nál. Hát többen láttak, mint a Calgary Magyar Házban. Körülbelül kétszer többen annyi turista volt. Énekeltek, lötyögtek, táncolgattak, fényképeztek, videóztak, nagyon-nagyon jó érzés volt. Köszi, Dénes! Ugye eszünk szárított marhát. Finom? Azt mondja, büdöset fingasz tőle, azt mondja Dénes. Nagyon finom. Tényleg van. Csípős? Csak kolbász videó. Tényleg? Dénesnek kell kakálni, megyünk. Ezt ne tudom beholódva, mert megkeresnek a rendőrök. A Mount Sir Donald a legmagasabb itt a környéken, 3289 méter. És Kanada legmagasabb hegycsúcsa, a Mount Logan, az 5900, valami majdnem 6000 méter. De attól 1700 kilométerre vagyunk. De ezek itt a legnagyobb, 3200 méter, és mi vagyunk 1300 méter magasan az autópályán. Most egy olyan zónában vagyunk, ahol rengeteg a lavina, és azt mondják, hogy vagy a hatóság nem engedi, hogy megállj itt az útszélén télen, mert veszélyes, nehogy lavina alá kerülj. De már nagyon sokszor itt írja pont ez a tábla, Avalanche Area. Ahogy közeledünk Vancouver felé, még mondjuk 6 óránk, 600 kilométer majdnem, kezdenek kinyílni a levelek a fákon, már 21 fok van, nem nulla, mint a Lake Louise-nál, ahol live-oztam. Kis faház a szigeten. Fú, de szép. Sípol a radar! Zsaru van! Na, az a pick-up nem meri megelőzni a rendőrt, mert akkor biztos lehúzza. Onnan jövünk a szép hegyekből. Itt már 24 fok van, ott meg nulla volt. Dénes, muszájból nulla fokba énekeljek? Nem volt muszáj, de jó volt, mert egyedülálló volt. Eredeti, ugye? De miért nem énekelsz egyet 24 fokban? Álljunk meg, van, ahol itt is énekelni. Képzeljétek el, hogy itt Calgaryben, csak egész Kanadában, ugye? A muzlimok ki akarták tiltatni a disznóhúst, mivel ők nem esznek, és ezért azt akarták, hogy ne lehessen vásárolni a boltba, és majdnem sikerült nekik. Nagyon nagy viták voltak ebből, meg minden, de végül megmaradt a disznóhús, hál' Istennek, hogy nekik van ezek a turbánok, és azt kiharcolták maguknak, hogy a motorosok, akik turbánosok, azoknak ne kellessen használni bukós isakot. Mert nekik, meg hogy ők bármit kitalálnak, sokan vannak, megszavazzák, hisztiznek érte. Ugye? Dénest megkérem, hogy mesél el nekünk, hogy jutott ő ki Kanadába röviden az élet történelmet. Hogy jutott ide, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sokan. Mert tudom, hogy nagyon-nagyon sokan. Gondolkoztuk azon, hogy eljönni otthonról. Én is sokáig gondolkoztam ezen. És itt vagyok, és itt van az az ember, aki megcsinálta, 16 éve megcsinálta,
és talpra állt. Na. Hát 2008-ban a bátyám meg a nővérem az már kim volt. Ők jöttek 2006-ban, jöttek egy céghez dolgozni, és akkor nekik még kellett munkás. Mert abban az időben nagyon nehéz volt munkaerőt kapni Calgaryba. És nekik a cég mondta, hogy ha még tudnak valakiket otthonról hozni Magyarország, Románia, Európa szinten, akkor segítenék őket abba, hogy megcsinálja a vízát, mert csak vízával lehet dolgozni hivatalosan. Aha. És akkor úgy sikerült nekem, hogy ez a cég megcsinálta a papírt 2 évre, és akkor volt egy 2 éves szerződésem velük, amit megkaptam 2008-ban, és 2008-tól vagyok itt. Velük dolgoztam csak körülbelül 6 hónapot, mert ahogy mindenki tudja, 2008-ban volt a világválság, minden becsődött, bezárt, leállt, és azután kezdtem én is más munkafele nézni. Ahol már a bátyám dolgozott, az András, és felvettek, mint ilyen segédmunkás. Üdvözöljük Andrást! Üdvözöljük Andrást! Felvettek dolgozni, mint segédmunkás, és előkészíteni a bútorokat a fényezőbe, és onnan körülbelül olyan 2-3 évre rá a munkahelyet változtattunk, és már ebben az időben lassan megjöttek a papíraim. A letelepedési? A letelepedésre, de csak ideiglenes letelepedésim volt, és a papírom folyamatban volt, és mivel hogy már volt folyamatban papírod, akkor kaptam egy tartózkodási engedélyt. Az mennyi időre szólt kb? Az annyi időre szólt, amennyi idő kellett a papírnak, hogy a papírmunka véget érjen. Hát a papírmunka elhúzódott többet, mint gondoltuk, mert ahogy beadtuk az applikációt, megváltoztatták a törvényeket, több idő kellett, hogy több időt töltsél Kanadába, mielőtt ideiglenesen is állampolgár leszel, és nekem ez lassan beletelt majdnem 4 évbe. És akkor ezt lehet mondani, hogy 4 év után már akkor véglegesen maradhattál itt? Hát 4 év után megkaptam az ideiglenes, the permanent resident. A permanent, az a végtelen, a végleges. Hát a végleges, de még mindig meg kell csináljad a tesztet. Igen. Tehát, angol nyelv? Angol nyelv tesztet kell csinálni, meg tesztet Kanada history-járól. Aha, egy történelem, igen. Történelem, és akkor... az még azt hiszem, hogy egy majdnem 2-3 évbe volt. Úgyhogy összesen olyan 8 év. De azóta, hála Istennek, minden jó fele ment. Ugye megnősültél, van 2 gyerek. Megnősültem, 2 gyerek. Volt kutya is, csak drága tartani, drágább, mint az asszony, nem? Többet nem kell állat. És meséld el azt kérlek, hogy mikor voltál először otthon 2008 után? 2008-ban. Szóval még nem ment haza, de a szüleidet hoztad, ugye? A szüleim voltak itt 7-szer. És először 5 év után jöttek, úgy emlékszek, úgy mesélted? Valami olyasmi, igen. De szerencse volt, ugye itt volt nővére, itt volt bátyja, segítettek is neki, meg segítettek utána egymásnak, gondolom, ugye? Igen. Szülőket hoztátok 7-szer, és... most hogy bírod ennyi 16 év után, azért honvágy van még? Hát persze van honvágy, de mindig amikor beszélek valakivel, mindig azt mondja, hogy ne. Ha nem muszáj, ne gyere haza. Ki mondta neked ezt legutoljára? Hát haverek. De legutoljára ki mondta? Ez a haver. Igen, igen, mert igazából ugye vannak azok az emberek, akik kijönnek és itt tudnak maradni, és vannak azok, akik kijönnek és visszamennek, és akkor csinálják ezt a negatív reklámot nagyon sokan, hogy ott nem jó. De azoknak tisztelet, akik azt mondják, hogy te, nekem az nem jött be, nem tudtam meglenni ott, és kész. De én látván itt most már 8.-9. napja itt vagyok, hogy van egy jó baráti körük. Persze itt is még otthon cserélődnek a barátok, jönnek újak, mennek régiek, de meg lehet élni magyarosan is itt külföldön, szerintem. Disznót szoktunk vágni, szalonna, kolbász. Legális itt a disznótor? Igen. És hol vágjátok? Hát farmereknél.
Van ismerős? Van egy pár ismerős farmere, akik a farmon neveztik a disznót, azt oda megyünk, kijön vagy árammal, vagy lelövi, vagy megszúrjuk, és ottan helybe kipucoljuk, ketté vágjuk, és akkor hazavisszük, és a többit a garázsba. És a kanadai disznó is visít? Csak egy kicsit. Próbáljuk befogni az arcát. És itt tartottátok azt a hagyományt, hogy karácsony előtt, ünnepek előtt vágtok disznót? Igen. És mekkorák a disznók itt? Hát ilyen 200-300 poundosok. Az felezzük meg kb. És kb. Annyi a kiló, 100-150 kiló, mind otthon egy normál disznó kb. Hallod, azt akarom még kérdezni, ezt nem kérdeztem még tőled, hogy ugye most mondtad, hogy szeretem nekem is, nem szereted a fiúban, minden fiúban van egy kis buzi, de győzőben van több. ugye mondtad, hogy 8 évig tartott a kb., hogy megkapd azt, hogy véglegesen itt maradhatsz. Akkor kaptad meg a citizenship-et, az állampolgárságot? Nem, csak a permanent resident. És az állampolgár vagy már? Igen. Mióta? Hú, most jó kérdést kérdeztél. Kb. Én amit tudom. 2018. Megünnepelted, berúgtál? Nem, de volt egy kis ünnepség, igen. És oké, megkaptad a permanentet, hogy maradhatsz véglegesen Kanadába, ugye 8 év után, de te akkor már Doriannal össze voltál házasodva? Igen. És ez segített abba a házasság? Nem segített, szóval nem érdekházasság volt. Nem. Ez látszik rajtuk. Tényleg látszik. Nem, ezt tisztán úgy adtam be, hogy tehát volt ez az olasz cég, ahol dolgoztam, és ők amikor felvettek, az az idő alatt úgy vettek fel, mint egy supervisor, és akkor az idő alatt adtuk be, amíg supervisor pozíció volt papíron, és akkor az segített végül is megkapni a papírt. Értem, és mióta vagy magánvállalkozó? Lassan 5 éve. Jó döntés volt? Igen. Amióta magánvállalkozó vagy itt Kanadában, volt nehézség a cégednek? Minden hónapban. Komolyan? Persze. De azért ugye a biznisz és a, hogy mondják magyarul, a rulásnak, a forgalom. A forgalom azért nő egy kicsikét? Ja. És egyedül kezdted, vagy már ketten voltatok? Egyedül csináltam 4 évig. 4 évig? Ja, majdnem 4 évig. A Győző az első, ugye? Az első szerelem. Egy szerelem. Első és utolsó. Te tudtad, hogy Győzőnek a truckja, amikor 115-nél van, akkor 140-nél megy? Igen, csal az órája. Hogyha tetszik a tartalmunk, akkor kérlek szépen iratkozz fel és nyomd meg a csengőt, mert most még Kanadában vagyok, de nem sokára megyek haza, de folytatom a vlogot. Remélem, hogyha látom, hogy van rá kérés, kereslet, igény. És amúgy azt akarom mondani, hogy most ülök először olyan autóba, aminek van szék hűtése. Nem tudtam, hogy ennyire jó, de mondjuk most már úgy érzem, hogy tehetném magamnak még egy vonallal. Nagyon jó. Mikor már kezded érezni, hogy rohad le a hátad, akkor bekapcsolod is. Üde, mintha letusoltál volna. Jaj, meséljük már el. Jöttünk. Kanadában milyen jó az autópálya. Igen, Kanadában jöttünk ki Calgaryből Vancouver fele. 10 órás út, 1000 km kb. Jövünk ki, autópálya, minden fasza, semmi tábla, egyszer csak egy akarát ugrottunk, bevertem a fejem fel, egy ilyen huppanó volt. És utána pedig, mikor kicsi volt, akkor már jelezve volt, de persze a dénes fékezett. És akkor utána azt mondtuk, hogy Kanadában, ha van jelezve, akkor kicsi. Ha nincs jelezve, akkor nagy, de azt megszívod, mert nem tudod, mikor jön. Na jó. Nem tették ki a táblát, mert nem kell, nem annyira nagy. Az nem jártak arra. Igen, az nem bump, hanem az ilyen trampolin. Vettünk az utazásra, vettünk chipset, vagyis Dénes vette. Road trip snack. Igen, üdítő, kávé, víz, hoztunk szendvicseket, hogy? Csoki. Hoztunk szendvicseket. Biztos sokatokat érdekli az, hogy lehet kijutni Kanadába, ez Dénes nektek elmondja röviden, jó? Kanadába sokan szeretnének jönni, és van egy pár könnyebb út hozzá. Attól függetlenül, hogy hol vagytok, egy kanadai nagykövetséget, hogyha megkerestek, szerintem útba tudnak igazítani, mert minden évben több százezer embert hoznak ki Kanadába, úgy, mint turista,
szlovákki. Munkásvizummal hoznának ki embereket. Szóval akkor nagykövetség, ott adnak infót. Szóval semmi kemény, ezt az online vizát meg lehet csinálni, ugye? Amit én is csináltam. Igen. Jó. De ez turistaként. Tehát hogyha van magyarországi útleveled, turistaként nagyon könnyű kijönni. Hogyha van kihez, gyere, és megvan a visszamenő jegyez. Igen. Azt hiszem, hogy 90 napra van a... Azt hiszem, 90 napra $7 kellett fizessek online. Ki kellett valamit pontosan tölteni a nagykövetség, nem, az Immigration Kanadának az oldalán, igen. És akkor, mikor bejössz, leszálltál a repülőről, akkor átmész a vámon, és akkor hát eléggé faszra vettek. A barnább bőrű muszlim barátainkat, azokat engedték tovább, pedig nem tudtak egy mukkot angolul, de a durva az, hogy a vámosok is muszlimok voltak. Na mindegy. És akkor kérdezték tőlem, hogy kihez jövök, ő mit dolgozik, én is ott fogok dolgozni nálam, mondom, nem turista vagyok. Na jó, mi vagyok otthon? Mondom, hangszerbólban dolgozok, meg most dolgozok, meg zenész. Aha, és akkor én mit fogok dolgozni itt Kanadában? Mondtam, hogy semmit, szóval próbálnak így is elővenni, csak hogy mondj valamit, hogy... És akkor unott pofával rátették a pecsétet, hogy mehetsz. Rosszul esett őszintén. Na, minden. Hát nekik ez a munkájuk sajnos. És, ja, hát lehet egy... most már 100%-osan nem tudom a process-t, de az interneten ki tudod tölteni azt, hogy szeretnél jönni, dolgozni, itt lakni, és kérelmezni egy státuszt. Vagyis, hogy legyél egy állampolgár, van, aki úgy jön ki már, hogy egy állampolgár, vagy sok olyan cég reklámoz pozíciókat a government website-ján, akinek kellenek munkások, megvan, hogy milyen pozícióba, és akkor azon keresztül tudsz applikálni. Aha, értem. De a legjobb az, hogyha beadod a papírokat, hogy úgy szeretnék jönni, mint egy lezerepedet, és kivárod azt a pár évet, amíg jóvá hagyják az applikációdat, vagy hogyha kérnek még papírokat, akkor azt meg tudod csinálni otthon, beküldöd, és úgy fogsz kérni, mint egy állampolgár. Ti látjátok a lámpát? Még esküszöm, 10-szer ez zumban se látom, hogy hol van. Meg a rendszám táblája mellett, két felől, van két ilyen szatról. Aha. Ez az antiradar, vagyis nem is antiradar, ez a radar detektorja. Páj! Ez a radar detektorja Dénesnek az autójának, a nagy Dodge-nak, és Ethernet kábellel van összekötve. Ezt kedves feleségétől kapta apák napjára. Találtuk ki, mennyi volt. Nagyon profi. Ez ott van pont előttünk a rendőrautó, ez ami már vagy 10-15-20 kilométerre jön előttünk, és nem meri senki kielőzni, mi se. És $1500. Nagyon profi. A múltkor, mikor mentünk, egyenes volt előttünk, utána jött egy kanyar, egy ilyen híd alá mentünk, és a híd után, így a felmenő részen volt a radaros autó, a trafis autó, és már nem tudom, másfél kilométer biztos, hogy érezte. Szóval nagyon-nagyon-nagyon profi. Egészséges kaját eszünk, útközben. Azért nézünk ki olyan profin, hogy kinézünk. Ettünk egyet a Mekibe, nem tudom, hogy hol vagyunk pontosan. Bemegyünk a Walmartba, mert nincs nálam rövidnadrág. Kéne vegyek egy cipőt is, mert ez a Calger is meleg. A vékonyabbik sportcipő, amit hoztam, az Haute Cosse. Úgyhogy így. Itt van a kanadai Balaton. Ott egy Moszkovics. Már jöttünk 600 kilométert, szombaton ott találkozunk a Magyar Házban, szeretettel várunk mindenkit. Megálltunk, nem tudom hol vagyunk, de még van 250 kilométer. Meritben vagyunk, igen, Meritben. Még van 250 kilométerünk. Itt van ilyen fogy az árnyékom.
Egészségedre. Az az indián bácsi szerintem be van baszva. Megkérdezte, hogy hívnak, mondom Mike. Azt mondja, mindenki Mike, akit megkérdez. Utána el akarta kérni a telefonomat, és hogy én írjam be a számot, akit akar hívni, mondtam, hogy nincs kanadai kártyám, közben van. Kérdezte, hova valósi vagyok? Mondom, Románia. Ó, imádja Romániát. Vaj, Románia, Erdély. Igen, mondom, miért tudod, hogy hol van? Igen, azt mondja, onnan jött ez a tornász csaj, az, amelyik csak tízeseket kapott, mondom, Nadia Comaneci. Igen, azt mondja, yeah, yeah, nagyon jó csaj, very pretty girl. Hát mondom, az most már nagymama. Na emberek, megjöttünk Vancouverbe. Nagyon szép az idő, 26 fok. Megyünk vacsorát, vásárolunk a Costco-ba. Elmegyünk a szállásunkra. Barbecue-zünk egyet. Bebaszunk. Rar, és megfürdünk a medencébe. Megjöttünk a Walmartba. Dénes, kérlek, vegyünk egy húst, találtam egy nagyon finom fajtát. A halál faszát. Megjöttünk a szállásra, Airbnb. Van egy ilyen kis szekerünk, és ezzel bevásároltuk a Costco-ba. Itt vagyunk az autót is, megyünk. Lássuk a házat. Állítólag különálló ház, de nem tudjuk, mert ez egy nagy porta. A tulajjal nem is találkoztunk. Csak kinyitotta a kaput. Még telefonon se beszéltünk vele. És a golfpálya, kosárlabdapálya, filagória, nem is akármilyen. Bazd meg! Szerintem ez ezzel foglalkozik, hogy van egy csomó lakása kiadva. Airbnb-n foglalt a Dénes. Jól néz ki. És hogy milyen ház van ott, Hacienda van a másik oldalon? Vagyis a szomszédban? Na, ennyiből állt a... Ennyiből állt ez az epizód, az utazásunk és a megérkezésünk Vancouverbe. Következik majd a magyar buli és az út hazafelé. Vigyi magatokra, iratkozzatok fel, sziasztok!